és a székelységet. De kevesen tudták szeretetüket olyan maradandóan szavakba önteni, mint Nyírő József. Kevesen tudtak annyi lelki erőt adni a székelységnek, mint amennyit Nyírő József adott és ad. Sokak számára ez valójában Nyírő József bűne. Még a halálra ítélteknek is kiár az utolsó kívánság teljesítése, de a széke író utolsó kívánságát 59 esztendeje akadályozzák. Nyírő csak annyit kért, ha testét nem is, de legalább lelkét vigyék haza a székely anyaföldbe, az udvarhelyi temetőbe. Tisztelt honfitársaim! Győzelemre rendelt az a nép, amelyiknek olyan fia van, akinek még a hamvaitól is félnek. Pedig az igazságtól nem kell félni. Azt is meg lehet szokni. Nyírő József igazsága nagyszerű irodalmi életművében rejlik. Az író életművében mindig szét tudta választani az irodalmat és a politikát. Ha neki sikerült, illene, hogy az utókornak is sikerüljön. Nyírő József igazsága a hűség. Hűség a székely néphez, hűség a magyar nemzethez, hűség a csodálatos anyanyelvünkhöz. Minden székely, minden magyar szülő adja a gyerekei kezébe Nyírő József könyveit. Ez a mi hűségünk, a mai magyarok tartozása Nyírő Józseffel szemben. Román barátainknak pedig azt üzenjük, ne higgyenek a rágalmaknak. Mi sem hiszünk Mircea Eliádét, a román vallástörténészt, Emil Csoránt, a filozófust, Lucian Blágát, a költőt, nem azért tiszteljük, mert egyesek Nyírő Józsefhez hasonló vádakkal illették őket. Mi az irodalmi életművet, a szellemi teljesítményt tiszteljük, és ezt várjuk el Nyírő József esetében is. Székelyföldön az új Nyírő Józsefek felnövőben vannak. Lehet, hogy ma már itt vannak a velünk együtt lévő székelyruhás gyerekek között. Ők majd megírják az utókornak, milyen volt az a világ, amikor a székely apostol hazatért. Mert Nyírő József hazatért. Mert Nyírő József velünk van. Mert a szívünkbe zártuk, és székely anyaföldje is magához fogja ölelni. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.